Na, sziasztok! Szeretnék nektek megmutatni egy amerikai mobile home parkot. Így néz ki, ez itt van a San Fernando Valley-be, és most keressük a 150-es házszámot. Ez itt a 118, jobb oldalt a 10. Itt lesz bal oldalon nem sokára a 150. Így többet láttok, viszont benne van a kamera tartó, ott elnézést kérek. Mintha már itt lettem volna. Fajta dupla széles, ez egy jó nagy gyerekek, ez akkora, mint egy családi ház. Két Harley hátul. Itt áll bent a Raptorka. 139. 140. Kocsimból milyen hangok jönnek ki. 149. 150. Ez lesz az. Na, sikerült, ledobjuk a megrendelésünket. Gyerekek, ha hiszitek, ha nem, kaptam. Oh, wow! Ezt most nem hiszek a szememnek. 40 dollár borravalót kaptam a Mobile Home Parkba a 158 dolláros megrendelésre. Isten áldjon téged, Valentina, Argentina. Wow! God bless you! Ez egy jó pofa kis mobilház. De ez nagyon jó, gyerekek. Ez is tetszik. Azaz egy probléma van ezekkel a helyekkel, a tévhiedelemekkel ellentétben. Mint láthatjátok, hatalmas tisztaság van, nem gettó, nincsenek itt hangos emberek, legalábbis síri csönd van most. Itt ezekkel az a probléma, hogy az úgynevezett space rent, tehát itt nem a hátad, itt általában a saját házadat szoktad ide hozni magaddal, kicsit törüljük az ablakot, mert most veszem észre, hogy gettós. Meg az is, hogy karcolja az ablaktörlő az üveget. Na, tehát itt általában megszokták az ember, te meg hagyd magad, ne legyél ennyire buzgó. Szóval, még egyszer. Itt megszoktad venni a házat, amiben laksz. De ezek mellett a föld területért, amin van a házad, azért kell fizessél úgynevezett space rentet. Nem tudom, hogy ezen a környéken mennyi a space rent, de valószínűnek tartom, hogy ilyen havi 1000 dollár között van. Tehát nem arról beszélünk, hogy hú, de nagyon olcsón tudsz lakni, mert ez egy mobile home. Egyáltalán nem. Fizetsz, mint a katonatiszt bőven. Szeretnék rájönni, hogy mi zörög az autóban, mert hallom, hogy itt egyfolytában zörög valami. Telefontartom zörög. Tetők, kár zörög. Meg
meg más is zörög, gyerekek. Hát mit várunk egy 20-valahány éves Hondától? Ami csak 15. Ez még újkorában sem minőségről volt híres. Minden zörög, elnézést. Csókáim festik ezt a házat, valószínű, hogy most fog valaki beköltözni. Ez itt egy nagyon régi stílusú, itt a sarkon balra, a kis babakék kinyúlóival, és nézzétek meg ezt a színorgiát. Címünk a Simi Valley-ben van, és nézzétek meg a nénit, vagy a bácsit. Kint ül a padon. Tök jó fej. És most elérkezünk a Mobile Home-nak a kijáratához. Ha jól gondolom, akkor itt van egy ilyen közösségi ház elől, medencével. És mindjárt kiérünk a gyönyörű szépen, igaz a környék, ez nem annyira rattos, de